A műsor szakmai együttműködő partnere a Karinthi Színház. Jó estét kívánok! Ma két kiváló színész lesz a Buta Café vendége, akik nem csak a színpadon kiválóak, hanem úgy tűnik, hogy házas párnak is kiválóak. Szalai Kriszta lesz először. Tudják, hogy nem tudok két embert leültetni, tehát megfelezzük a műsoridőt. Tehát Szalai Kriszta, akinek egyébként ma húzták ki két fogát, úgyhogy és így is nagy meglehetős hősiességgel vállalt ezt a dolgot, és hogy mennyire együtt vannak, az mutatja, hogy Cserna Antal is volt ma fogorvosnál, úgyhogy a dolog egészen elképesztő. Tudják, mindketten játszottak egyébként a Víg Színházban is, annó még a főiskolán ismerkedtek meg, és hát mindenféle színész projektekben együtt vannak. Antal abban nincs benne, hogy Kriszta foglalkozik hajléktalanokkal, viszont úgy tudom, hogy Kriszta meg nincs benne a színész zenekarban, de hát majd ezt mind jól megbeszéljük. Tehát akkor Szalai Kriszta. Én most azt olvastam, már többször beszélgettünk, de nekem nem tűnt föl, hogy neked óvónőképző is volt, tanítóképző is volt, nemzeti stúdió is volt, sőt, már a főiskola előtt foglalkoztál fogyatékos gyerekekkel is. Hogy jött össze ez a sok-sok minden? Óvónőképző a szakközépiskola volt, utána mentem tanítóképzőbe, és amellett dolgoztam én két évig. De akkor nem akartál még színész lenni? Pszichológusnak készültem. Húha. Úgyhogy így dolgoztam egy úgynevezett szeretett otthonban, ahol nem csak gyerekek voltak, hanem felnőttek, akik se beszélni, se járni, semmi. Tehát én ott ápoltam 60 embert. Hoppá, de ez hogy támad kedved? Tehát azért ez tulajdonképpen középiskola után azért ez ritkaság, nem? Sors. Láttam egy hirdetést, és mentem. És milyen volt? Jó volt az a neked? Világ legjobb. Legjobb mert időszaka vagy? Volt. Tehát én ugyanezt élem meg most a gyerekekkel is, amikor tanítok, hogy a föld fölött járok. Ezt elmondani nem tudom, amikor másoknak undorító, vagy ijesztő, sérült emberek, engem meg megöleltek, és tényleg minden nap úgy mentem, arra emlékszem, hogy a föld fölött is. De ott testi sérültek is voltak, meg testi meg lelki, szellemi, meg szellemi, szellemi. Abszolút, igen. Úgyhogy a legboldogabb időszakaim egyike volt az. És kiket tanítasz most? Én drámafoglalkozásokat tartok, és drámát tartok. Drámatáborokat tartok, úgyhogy van vagy 70 tanítványom így éves átlagban. Aha, és akkor hogy csábultál a színészet felé végül is? A tanítóképzőn ugye nem jártam be, mert hiszen ez sokkal fontosabb volt, hogy éjszaka itt dolgozzak, vagy délután ebben a bizonyos szeretett otthonban dolgozzak, és volt egy csodás tanárom, Nagy Lajos, aki amúgy nagyon szeretett, mert én amúgy nagyon helyes, kedves lány voltam, meg már ott is szervezgettem a tanítón, csak nem jártam be az órákra. És akkor Nagy Lajos tanár úr mondta, hogy mondjak már el valamit, csak hagy adjon nekem beszédművelésből egy gyakorlati jegyet, mert az óráim száma alapján nem adhatott volna. És akkor elmondtam ott valamit hirtelen, és mindenki... De mit mondtál? Mit kellettél mondani? Bármit mondjak, ilyen vers, mese, bármit. És akkor én elkezdtem Zelk Zoltánnak a három nyúlát. És akkor ott mindenki... Három nyúl? Igen, azt hiszem, igen. Az mi? Emlékszem még rá? Verses, mese. Egyszer régen, nagyon régen, Zúgóerdő közepében három nyúlak összegyűltek, Selyemfűre települtek. Ja, így már tudod, igen, de mondhatod tovább. Attól még, hát azért elég hosszú volt. Igen. Na mindegy, és akkor ott nevettek, meg elvoltak, meg jól érezték magukat, és akkor mondta a tanár úr, hogy én foglalkozzak versekkel, és tessék elindulni e felé. Tehát tulajdonképpen ő tette meg azt a lépést, amit én gyerekkoromban csak néha napján gondoltam. Aha, és akkor lett, ja, de állítólag te már gyerekkorodban is szervezkedtél. Tehát, hogy az a szervezés ízéd, amit most van, hogy nem elég neked a színészet, hanem mindig kitálsz valami projektet, és akkor ilyen közösségi ízéket csinálsz, hogy állítólag ott a lakótelepi gyerekeket megszervezted egy klubba, és
hogy igaz, hogy még a tetejében temeszeltet ki, és ez volt a hány éves? 10? 13. 13-ban már lehet meszelni. Igen, nagyon érdekes. Ez akkor Tiszafüreden laktunk, és már akkor érezték a receptoraim, hogy rengeteg sérült gyerek van. Alkoholista, papa, aki aztán ráadásul öngyilkos is lett. Szóval én gyakorlatilag ezeket a gyerekeket szedtem össze a lakótelepen, akiknek úgy nem volt igazán családi hátterük. És aztán mondtam, hogy gyerünk, csináljunk egy klubot, berendeztük, hát még az akkori világban. Mindenki, aki hozott ilyen kidobott szőnyeget, a cigis dobozok a falra, ugye akkor ez volt a díszlet. Meg ilyen egyszerű kis kellékeket. És berendeztünk egy pincét, igen. Uh-huh. Hát, izgi. És a főiskola jó volt neked, Kazimír Károly osztálya? Ő nekem az életem egyik nagy kapcsolata volt, igen, nagyon-nagyon szerettem őt. Úgyhogy tényleg? Én imádtam Kazimír Károlyt, imádtam. Mert? Én évekig dolgoztam fel, mikor ő meghalt, mert ő egy elképesztő érzékeny ember volt, mindenkit nagyon érzett, és nagyon jókat, ő csak egy instrukciót mondott, de az ott volt. Aha. Tehát az úgy nem is kellett többet mondania. Úgyhogy hozzá föl kellett nőni. Őt nagyon sok ember kihasználta, és sajnos a végén, az élete végén nagyon-nagyon egyedül maradt. Hát eléggé félreállít. Tehát meg a színészek is, tehát nagyon sokan a hátán mentek, aztán ő nagyon egyedül halt meg, és én ez nekem nagyon-nagyon fájt. De ő egy elképesztő érzékeny, és egy nagyon nagy de élet volt. De hogy te nem a táliában, mert ugye ő annak ott az igazgatója volt, tehát gyakorlaton, hanem a katonában. Hát én már másodikban bekerültem a katonába gyakorlatra, már másodikban hívtak, és én szerettem is volna oda menni, tehát hívtak egy szerepre. A tália nem keverendő össze az én hatalmas szeretetemmel Kazimír Károly felé. Tehát én nekem de nem az volt a világom. A táliát kevésbé kedvelted, mint színházat. Hát igen. Meg kevésbé kedvelted, mint Kazimírt. Igen, de nekem az nem volt világom. Tehát én a stúdióká Vojcek. Én jártam, ugye, amit ha valaki látta annó, egy lakásban volt, díszlet nélkül a nézők egyik szobából a másikban mentek. Szóval ez már később volt olyan... csak lakásban, eleinte pincében volt, a Lőrinc paptéri pincében. Igen, én ott nem bejöttem. Láttam még. Hát amikor én 18 éves vagyok. Nem öregebb vagy, és máskor később, születtünk. Később került, igen. Szóval én nekem az olyan elementáris élmény volt, és nekem, én azt a fajta színházat kerestem, úgyhogy nekem az a fajta színház volt ugye a katona. Uh-huh. Úgyhogy... Emlékszem rád a Csirkefejből, igen. Például. Emlékszem, hát oda, ez egy nagyon híres előadás volt, abban te voltál egy ilyen bakfis. Igen, igen. És hát ott például Gobbi Hildával, tehát az egy olyannyira... ilyen nagysággal lehetett játszani. Igen, és hát az utolsó szerepét úgymond nem velem játszotta, én játszottam vele. Tehát én voltam az unokája Canetti esküvőben. Igen. Hát. És akkor hogy lett ebből Vig? Katona helyett. Úgy, hogy közben én nem kellettem oda. Mert hogy vitték az osztályukat. Tehát nekem pont volt az a két év szünet, amikor Székely Zsámbéki osztály nem volt. Tehát még nem voltak gyakorlatképesek. Úgyhogy mert így, hogy ők vitték, Székely Gábor és vitte Zsámbéki a saját Gábor vitték hét a darab lányát. Azt az rengeteg volt, hogy nekik is feladatokat, meg gyakorlati feladatot adjanak. Úgyhogy én nekem mennem kellett tovább. Uh-huh. És akkor mentem Nyíregyházára egy kicsikét, de hát az egy év volt. Szültem, hát fél év igaziból, mert gyermeket szültem, úgyhogy feljöttem Pestre, és Marton László pedig hívott a Vígbe. Uh-huh. Úgyhogy, de én ezt tudtam is, tehát ilyen előszerződésem volt, tehát ez egy ilyen bebiztosítás volt végül is, hogy én visszajöjjek Pestre. Tehát nekem ez nagyon miért fontos volt akkor. Miért a Víg viszonylag rövid neked, ugye? Antal egy kicsit hosszabb ideig volt. 5-10 évig, igen. Igen, talán még egy picit több is, de talán 4 évig. Miért lett ez ilyen rövid? Négy? Én négy vagy hat? Négy? Lehet, hogy te jobban tudod. De volt az több is, 6 év volt az, igen. Nem az én helyem volt. Tehát amikor én aláírtam, már akkor tudtam, hogy ez nem az én helyem. Mert? Mert nem tudom. Tehát az ember ösztöne azt tudja azóta, én ezt tudom, hogyha valamivel dolgom van, vagy valami felé megyek, de nem jól érzem, a testem jelzi, hogy ez nem az én helyem, akkor én már ott megállok. Nem tudom, éreztem, amikor aláírtam, hogy ez nekem nem lesz jó. Ez neked gyár volt? Nagy igen. Volt?
Nem, nem az, hogy nagy volt, hanem igen, pont ez a Wojciech-féle dolog, vagy az, hogy a stúdióká, hogy emberek együtt dolgoznak, mindent együtt csinálnak, az ott meg nem. Tehát ott meg megmondja, hogy jobbról-balra lépjél, és közben nincs az a kohézió, nincs az az összetartás, nincs az a csapat. Úgyhogy ez nekem sajnos be is jött, de hát aztán kitartottunk, mert ugye gyerek, még egy gyerek, és akkor így vívottam, hogy akkor mégiscsak ezt végig kell csinálnom. Tehát biztos így van, mint a szüleimnél. Mert hogy ez a biztos állás. Igen, hogy gyárba 25 évig, és akkor törzsgárdatag vagy. De nem, a testem egyre inkább jelezte, hogy nem szabad. De hogy jelzett a testem? Hát már nagyon rosszul voltam, hát már. Tehát tudod, amikor... Ez mitől állt? Hát a végben például már egy fél éve sírtam végig. Tehát, hogy felkeltem reggel, és nem volt életerőm nekem, aki igazán energikus vagyok. De mi volt az, ami ennyire azért? Tehát, hát én egy hegyet, két, nem egy hegyet, két tehát hegyet szó szerint el tudok. Sírtál? Tehát tényleg fölébredt és bőgtél? Igen, igen, igen. Hát ez a depresszió, minek hívjuk ezt? Csak ez nem a kataton depresszió, ez a hol vagyok én, ki vagyok én. Hát végülis az ötödik Szeli ebből született, hogy amit aztán 20 évig játszottam. Az egyik leghíresebb előadásod. Igen, hogy az emberek felnőnek, és azt hiszik, hogyha felnőttek, akkor hát akkor majd olyan szabadok, és irányíthatják az életüket, de nem. Tehát jön a megfelelési kényszer, jön az, hogy mit határoz meg a környezet rólam, holott nekem kell a saját életemet élni. És én tudtam ott a Vígszínházban, hogy ez nem az én életem. De közben megismert lettél. Ez nem, nem emlékszem, nem tudom, hogy ez nem, a hiszen... Vígszínházi korszakban volt, amikor tévéműsor. De nem attól lettem ismert, hogy a Vígszínházban voltam, hanem hogy attól, hogy hívtak, mert jól tudtam kommunikálni, és akkor hívtak tévéműsort. De az mondjuk a te világod volt egy ilyen kereskedelmi jellegű ilyen... Ja, az később volt. Nem az én világom ilyen volt. Ilyen jó pofizós műsor. Nem. De na például az hozott ismertséget, igen, de nem az én világom volt. Az én világom a mélyebb beszélgetés, vagy a, igen, az egy ilyen dara volt. De hát megtisztelő volt, hogy az angolok engem választottak. Angolok? Nem én? Mert angolok csináltak a műsort, és ők választottak ki. Tehát ez egy ilyen felemelő volt, hogy nem tudom, hány körös. De várjál, már nem emlékszem már egész a műsorra. Tudom, hogy belenéztem, nem állítom, hogy egyfolytában néztem. Várom a párom, és akkor hogy volt az a műsor? Hát, hogy három ember, mindig három ember volt, aki egy fal mögötti embert megismert, és akkor, ja nem, fordítva, a fal mögötti ember hallgatta meg a három embert, és akkor valamelyiket kiválasztott, és elmentek egy ilyen vakrandira gyakorlatilag, és akkor vagy összejöttek, vagy nem igaziból, tehát valós életben vagy megfeleltek egymásnak, vagy nem. Na, és már te felkóvva elmondtam, hogy ti a főiskolán jöttetek össze. Igen. De ti egy év folyam vagy? Nem, a Tóni fölöttem járt. Egy évvel. Egy idősek vagyunk, de őt előbb vették. Hát én ugye tanítóképzőztem, meg még jártam mindenfelé, ő is nemzeti stúdiós volt, és aztán egy évig katona volt. Tehát így került egy évvel elé. És ez ilyen szerelem első látásra, vagy álmám? Nem. Hanem? Nem, az úgy volt, hogy én szerettem volna egy zenekart. Mert volt egy fellépési lehetőségem még a múltból, és megpróbáltam embereket összeszedni, de többek között a Tónit is, mert tudtam, hogy tud gitározni, és akkor mondta, hogy nem, ő nem, mert vizsga jön, és rosta, meg nem tudom, én ezért, jó, akkor mondom, oké, itt akkor nem lehet csak úgy alkotgatni, mert mindenki így rá van erre állva, és jól összevesztünk. És, mert én azért ezt nagyon lazán vettem, tehát nem drukkoltam, hogy kirúgnak-e, vagy nem, inkább azt kerestem, hogy nekem mi a jó. Tehát, hogy aha. Ez egy jó állapot az életemben, hogyha nem görcsölök. Na, és aztán utána következő évben, amikor én másodikos voltam, akkor raktak minket össze, Tóni meg harmadikos, akkor összeraktak minket egy kis Józsi, összerakott minket egy rendezővizsgában. Kis József, aki Szolnoki Színháznál, igen, ugye igen. Ő? Igen, ez a botrány az Ingeborg. Hangversenyen, és aztán Szomori Dezső darab. Igen, és akkor én jól beleszerettem a Tóniba, úgyhogy így. Úgyhogy együtt játszás, tehát már próbán meg. Igen, igen. Aha. Igen. Ez volt a szerepem, és ez megvalósult. Ja, hogy szerepet szerint is ráadásul, bele kellett. Igen, igen. Bele kellett. Igen. Tehát addigra, mire a bemutató volt, már tök valódi volt a csók. Igen. Nem volt csók, ott nem volt. Nem kellett, igen. Egy nagy művészt játszott a Tóni.
Úgyhogy... Na és ehhez képest érdekel? Ja, tudom, ez egy ilyen zongora, egy nagy zongora művész. Igen, jönni meg a... Garas Dezső játszotta például a Madács Kamarában ezt a szerepet, nem emlékszem. Még hasonlít is a Tóni a Garas a nagyorrával. Úgyhogy, na igen, és ehhez képest tök érdekes, és én boldog vagyok, hogy ő zenekarban játszik most már 10 éve. De te nem. Én nem, de ez nem baj, az enyém, hogy jól érzi magát. De hogyha akkor van egy zenekart, akkor most nem merült fel, hogy akkor te énekesnőként vagy valami akkor. Nincs most ezzel dolgom, úgyhogy ez teljesen jó, hogy neki jó. Úgyhogy... Na, és akkor te önállósítottad magad. Létrehoztad a Comédie Française-t. Tehát... Azt még rögtön a Vígszínházban. Házban. Tehát tulajdon... Azt még a Vígszínházban. És így magyarul fonetikusan írjátok is. Igen. Tehát nem Comédie úgy, ahogy a híres... Franc-ez kérdőjel, igen, hogy mi a nem ugye, hogy a híres francia színház. Ez hogy lett ez a név? Ezt Lux Ádi találta ki, mert így kerestük, hogy Lux Ádám, ő Ádám színész. Hát Cserna Tóni osztálytársa volt a színi, és én olyan embereket akartam összeszedni, egyébként már 90-ben, tehát itt kezdődött az én pályámnak a leágazása, hogy én össze akartam szedni, és össze is szedtem fiatal színészeket, hogy csináljunk csak mi, ugye a Studio K örömére, hogy csak mi díszletet, mindent, és ne legyen hatalom fölöttünk, tehát nem volt rendező, hanem mindent mi. A dramaturgiát, a mindent. És akkor Lux Ádám is... Hát ez volt a Legyező című Goldani darab a Óbudai Társaskör, eszmény ilyen gyönyörű kertjébe. Oda nagyon is illett, mert ugye ez egy ilyen olasz komédia, és hát annak van egy ilyen mediterrán hangulata, még egy kis ilyen patak, hát a pataknak nevezni túlzást, de egy ilyen kis csobogó is van meg. Igen. Szóval, hogy és hát ezt mondta, hát azon szétrögtük az agyunkat. Igen. Tehát azon látszott a lendület. És a szeretet, hogy, igen. Igen, hogy ilyen jó abból jön, hogy fúha. Igen, és ettől így a szakma akkor megsértődött, hogy én itt miért önállóskodok. Akkor ez még hát 90-ben, hogy egy színésznő nem azt várja, hogy mire írják ki, hanem akkor ő most itt szervezkedik meg. És én gyakorlatilag egész évben a pénzszerzésem voltam el, és akkor nyáron megszerveztem. És bementem a színházba évközben, a kőszínházba, ahhoz képest az nagyon hideg volt nekem. Tehát nem volt meg ez nem a csodás világa. Nem lehet hogy az egész pályád máshogy alakul, hogyha te a végben maradsz? Tehát nem lehet, hogy már érdemes, kiváló, nem tudom milyen művész vagy, ha a Vígbe maradsz, és eljátszol ilyen hú, de Berettes nagy klasszik. Neked. Igen, szóval, hogy... Nem, mert ott megvolt az, hogy kijátsza. Tehát megvolt, és... Na jó, de belenőhettél volna abba, hogy már te játszod, nem? De az vagy látszott, nem? Tehát az, érted, rám volt írva, hogy nem érzem jól magam a bőrömben. Tehát ha valaki nem érzi jól magát... Ilyenkor pofákat vágsz, vagy mit csinálsz? Tehát miről lehet ezt észrevenni? Hát valaki rosszul van, akkor az rosszul van. Hát menj be egy színházba, a 90%-a rosszul van, és látod, hogy rossz kedvű. Érted? Miközben hiába cipeltem a két gyerekemet, tehát azt mondtam, hogy akkor inkább választom a szabadságot, és akkor nézzük meg. Mi, hova cipelted a két gyerekedet? Hát például a Vígbe is mindig be, de tudod, mindig jöttem, mentem, és akkor egyszer csak azt mondtam, hogy jó, akkor inkább szabadúszó leszek. Akkor még ilyen sem volt. Ilyen öltözői gyerekek voltak? Tehát állandóan lógtak? Igen, abszolút. Olyan csodás. Öltöztető néni, meg ügyelő, meg nem tudom, igen, tutuigatta őket? Igen, és most találkozott a 29 éves lányom az akkori 18 éves lányjal, aki babusgatta, és olyan csodás egymásra találás volt. Úgyhogy igen, ez volt, hogy az öltöztettők addig, amíg berohantam a jelenetembe, addig ők gyerekeztek. És akkor emlékszem, volt még egy Pápszínház nevű képződmény is, és sörözők, tehát Rabalt játszottatok sörözőbe. Te voltál a pincérlány. Igen, és ez innen jött. És valóban hoztatok sört? Igen. Ilyen korsó söröket? Igen, igen. Igen. Ez gyakorlatilag ez a Vígből, ahogy kijöttem nagy csirdogálva, elutaztam Prágába, és akkor 2 hónap múlva megvalósult a Pápszínház. Aha. Úgyhogy akkor még lehetett sörös céget találni, cigis céget, tehát akkor szereztem szponzorokat, és játszottuk szerte az országban. És nekem az Óbudai Társaskör az abszolút az otthonom, a második otthonom így szakmailag, mert oda például az igazgatónő már 3 éve visszahívott, és akkor minden évben csinálunk Hrabált, utána csináltam Mencet, most meg Forman feleségének a könyvét csináltam meg, és ugyanebben a Pápszínházi keretben, hogy pincérnő vagyok, felszolgálok, és az ő irodalmukkal meg ajándékozunk és az embereket. És abból is született egy darab, hogy hát a második gyereket, tek orvosi hiba folytán
hát erős problémák voltak, de aztán úgy tudom, hogy sikerült meggyógyítani. Igen. De lett egy olyan produkció, amiben te egy dankóros kisgyerekkel játszottál együtt. Igen, mert Lilikét, te beindították az orvosok a szülést, úgyhogy még nem is volt orvosi, vagy nem is volt szülési fájdalmam, viszont ott volt 20 hospitáló. És ez csak később esett le már nekem 9 év múlva, hogy a főorvos bemutatót tartott rajtam. Hát ezt most nem részletezem itt, hogy mint amit az afrikai nőkkel csinálnak, szóval ez megtörtént velem. De hogy várjál, nem értem, hogy attól... Tehát a kezével feszített szét, a kezével repesztett burkot, tehát mindazt, amit a természetnek kellett volna megcsinálnia, ezt a főorvos a saját kezével csinálta. Ja, egy kvázi fölgyorsította, hogy fölgyorsította a szülést, reprezentálja. Igen, majd elmentek megbeszélni. És ezt én és ott hagyott fa, két műszülés közben? Ott hagytak, igen, a szülő ágyon, és aztán nekem magamnak jutott eszembe, hogy az első szülésemnél le kellett másznom, hogy be tudjon helyezkedni a gyerek, én ott egyedül lemásztam, de hát ez alatt nagyon sok időt telt el, úgyhogy ő megsérült. Bepereltétek, vagy ezzel nem foglalkoztam, én ezzel föl se fogtam, hogy mi történt, azt csak 9 évvel később tudtam meg, vagy esett le, hogy mi történt. Addig nekem folyamatosan az ő fejlesztése volt a lényeg. Tehát hál' Istennek nem lett olyan szinten oxigénhiányos, nyilván beszorult a szülőcsatornába. Tehát nem lett olyan szinten, hogy agyikárosulással legyen, hanem csak menni nem tudott, meg egyensúlyzavara volt. Az picikét a mai napig van, de most éppen most kapta meg a színész diplomáját. Tényleg? Színész? Igen, úgyhogy ő rendben van, és dolgozik is magán, de 12 évig fejlesztettük. 12 évig hordtuk mindenfelé. Hát mindenféle természetes gyógymódokra. Tehát akkor az orvosok például le akarták gyógyszerezni, azt se tudták, mi van vele, de hogy gyógyszer. És mondom, és mi van, nem adom, nem tudják, ha beadom, azt se tudják. És én tudtam, hogy ezt az egészet akarom megírni az embereknek, csak nem ment könyvben, még nem tartottam ott. És egyszer csak így 2 nap alatt megírtam az És a 8. napon című történetet, amiben már aztán Downos gyereket írtam, és az elfogadásról, a szeretetről írtam. És aztán mostan megvan a hajléktalan dolog, ott tulajdonképpen találkoztál egy olyan asszonnyal, aki hát mostanra talán már 30, még mindig az utcán él? Kunyhóban él már 19 éve, igen. Igen, igen. Tehát, hogy nagyon régóta ott él, és maga a történet megtetszett neked, és hát ebből írtál egy monodrámát magadnak. Igen, igen. Az enyhe kifejezés, hogy megtetszett. A Jutka egész lénye olyan mértékben hatott rám, hogy azt éreztem, hogy ebből az emberből mindenki meríthet, és hogy olyan erőt tud adni másoknak, ami meg is történik az előadás után. Jönnek emberek, hogy úristen, én itt panaszkodom a semmiről, meg nem tudom én. Jutkának meg olyan csomagot adott az élet, intézetbe tette pedagógus édesanyja, később édesapja erőszakolta meg, utána belement egy bántalmazó kapcsolatba, ahol 17 évig majdnem megölték, szóval, hogy majd utána az utcára került. Szóval, hogy így, tehát tényleg igen, olyan, de és én, a mai hát napig okos, erős. Ott voltam a premiére, maradjunk annyiban, igen. Ugye, ez a darab címe, hogy talán már a Hadszínbe megy, ugye, mert igen, a Centrálban mutattad be, hogy ott volt, és úgy tudom, hogy minden előadás után ott van, és beszélgethet vele a közönség. És egyébként tényleg egy lenyűgöző személyiség. Igen. Tehát és olyan humora okos. Van, igen. Meg okos, meg igen. Minden. Szóval az ember nem is érti, hogy miért nem tud kimászni ebből. Igen, ezt nem értjük, ezt mondjuk érezni lehet, hogyha valaki intézetből indul el, ahol végig bántalmazzák, majd apukája megerőszakolja, majd 17 évig veri a férje, de ő ott marad, mert végre van egy családja. Tehát mi ezt nem érthetjük, mert nem, ezt maximum érezni lehet, hogy nincs esély, ha nem kap egy olyan segítséget. Ezt nem most kellett volna. Tőlem azt kapta, hogy most már embernek tekintik, és érzi, hogy embernek tekintik. Ha én 20 éves korában találkozom vele, mondjuk, ha úgy egy idősek lettünk volna, akkor tudtam volna neki segíteni. Most már így. Hát egyébként tudom, hogy te előadás előtt 5 napig elmentél hajléktalannak, de beöltöztél, tudom, hogy még a fogadat is befeketítettem, igen. Igen, hogy az is olyan romlottnak tűnjön, és ha jól emlékszem, volt is olyan, hogy akár szakmabeli
talán Szirtes Tamás, mert egyszer talán már... Ő köszönt rám egyedül. Senki más nem ismert meg, hogy, igen, vagy nem mert rám nézni. Igen, igen, hogy bementél az aluljáróba, és ott köztük voltam. Hát nem csak az aluljáróban, hanem próbáltam munkát szerezni, próbáltam WC-re eljutni, az napi több órás projekt volt. Szóval én gyakorlatilag a Caminót jártam végig Budapesten, úgyhogy sok felé jártam. Miért több órás projekt a Mert nem engedtek be. És én meg végig, tehát én elmentem a falig, tehát direkt ittam, hogy nekem tényleg WC-re kelljen mennem, és ki kelljen azt próbálnom, hogy nem engednek be egy nyugdíjas otthonba. Úgyhogy így volt. És a többiek, a többi hajléktalan, hogy viszonyult hozzá? Ja, hogy viszonyult? Hát pont amikor éppen megint nagyon kellett, és a Nemzeti Múzeumban se engedtek be, ők próbáltak segíteni, hogy hát ne az utcán, jó, ha nagyon kell, akkor ide, de hát ott van, oda, beengedik, biztos ingyen, és ők keresték a lehetőséget, hogy vagy például a Kálmin térre, amikor leültem, akkor oda jött egy hajléktalan férfi, és mondta, hogy ő vigyáznak rám, nyugi, mert látják, hogy új vagyok. És érezted, hogy van, aki direkt nem ismer meg? Tehát, hogy valójában megismert, de ilyen állapotban nem akar neked köszönni? Én ilyet nem éreztem. Azt láttam, hogy elmennek mellettem, még volt tanítványom is, de az például később derült ki, mert filmeseknél is tanítok, filmeseket is tanítok, hogy ott mondta az egyik tanítvány, hogy elindult egy telefonos, ilyen kétségbeesett telefonálgatás, hogy a Szalai Kriszta ilyen állapotba került, és segítsen már neki valaki. Vagy miért nem segít neki valaki? És akkor erre mondtam én utána egy cikkben, hogy hát legyünk mi a valakik. Tehát, hogy értem én, hogy kínba vannak az emberek, nyilván a hajléktalanoktól is, mert félnek, hogy oldja meg, túl nagy teher. De ha például oda jött volna hozzám az, aki meglátott, az neki lett volna jó érzés. Van még egy projekted, aztán többre nem lesz időnk, ez a kapcsolda, ugye, ahol összehozol fogyatékos embereket, hát úgymond egészségesekkel. Igen, ez az És a 8. napon című darabom kapcsán jött, ahol egy daunos kisfiúval játszottam, és arról beszéltem, hogy a társadalmunk hogyan fogadja el, vagy miért nem fogadja el, vagy gyakorlatilag alapvetően fél a sérültségtől. És akkor mindenfelé hívtak az országban beszélni a fogyatékosok, a sérültek helyzetéről. Magyarországon is egy politikus is ott volt, aki ilyen szorongva elmesélte, hogy hát az ő negyedik gyereke is daunos, és akkor rájöttem, hogy ha ő is fél, és ő is szégyenli, akkor a fiataloknál kell elkezdeni az érzékenyítést. És én nem is tudtam, hogy az egészségesek fognak a legtöbbet tanulni és a legtöbbet kapni ebből a programból. Elindítottam másnaptól a szervezkedést, és most már 105 iskolában úgymond egészséges iskolások látnak vendégül sérült gyerekeket, és együtt töltenek több órát, különböző programok segítségével megismerkednek. És fantasztikus, hogy például Pesten is van 7 iskola, akik folyamatosan vetésforgószerűen évi 4-szer is megvalósítják a programot, mert a tanárok megérezték azt, hogy ez fontos pedagógiai eszköz. Mi lesz a következő projekt? Hát ilyenkor én soha nem tudok semmit mondani. Úgyhogy majd meglátod. Akkor köszönöm szépen, amit eddig én mondtál. Én is köszönöm. És köszönöm szépen, hogy jöttél. Írni biztos fogok, játszani biztos fogok. Na. És társadalmi munkás biztos leszek. Szalai Kriszta volt a vendég, és most következik a férje Cserna Antal. Adunk egy kis ilyen ajánlót, amik kicserélik egymást itt a fotőjben, úgyhogy Szalai Krisztát követi az ő jó férje Cserna Antal. Egy percet kérünk a cserére. Ezt a szignált az elején meg a végén szokták látni a műsornak, most eljutottunk oda, hogy a közepén is látják, tehát Szalai Kriszta után folytatjuk az ő férjével, Cserna Antallal. Estét kívánok! Olvasom a Wikipédián, és nem tudom, hogy ez miért fontos ott, de hogy ki van emelve, hogy te gyerekkorodban bérmáltál, meg első áldozó is voltál, ami akkoriban ugye nem volt divat a Kádár rendszerben. Hát igen, és kapacitálva is voltam, hogy menjek egyházi iskolába. A szülők részéről voltál? Nem a szülők részéről, hanem most
nem is tudom, hogy amikor első áldoztunk, akkor Vácról jött talán a püspök úr, és hát ugye ott különböző kérdéseket tettek fel, meg nem tudom, és én annyira képbe voltam ott, vagy legalábbis mindent tudtam ezekről a kis katekizmusos dolgokról, hogy úgy gondolták, hogy ez engem mennyire érdekel, akkor lehet, hogy nekem egy ilyen papi pályára érdemes venni. Hát végül is valahol azon vagyok, csak kerülő úttal jutottam el. Igen, hát ugye ezt Tanka István szokta mondani, hogy ő tália pap, vagy mondta annó, hogy ő tália papja, mert ugye nála is fölmerült ez a papság. Hát de ott apai részről is azért volt. Igen, igen, igen. De téged ezt foglalkoztatott, vagy azért komolyan nem? Nem foglalkoztatott, hanem én akkor kezdtem ezen gondolkodni, amikor egy pár éve játszottam három éve az Ádám Almai című előadásba Pécsen Iván a pap szerepét, és akkor nagyon, nagyon sokszor előjöttek ilyen régi emlékek, hogy tulajdonképpen ugye én úgy gondolkodom, hogy minden szerep, amit az ember el akar játszani, vagy ami megtalálja, azzal valamiképpen dolga van. És hogy tulajdonképpen ez egy hosszú útnak az egyik fontos állomása az életemben is, aminek tulajdonképpen valahol még gyerekkorból datálódik az indítása a papi szerepnek, és én nagyon sokszor éreztem azt, hogy tulajdonképpen egy ilyen papi feladatot végzünk mi, hát ugye nem véletlenül, ugye a görögök óta tulajdonképpen valahol erről szól ez a történet, ami hivatásunk, hogy mi az emberek lelkéhez szóljunk, és vállaljunk felelősséget azokért, akikhez mi szólunk. Ugye, ha már kaptunk jogosítványt a föntiektől, a Jóistentől, vagy a Sorstól, vagy aztán később ugye a színitől ahhoz, hogy ezt csinálhassuk, de tulajdonképpen valahol én folyamatosan ezt élem meg, hogy ez egy papi hivatás, és a Krisztának is mindig mondom, hogy amikor például kint volt az utcán, Maradjunk annyiban című darab előtt, hogy én bízom benne, hogy nem lesz semmi baja, mert hogy ő egy papírói feladatot teljesít. Én voltam az, aki paráztam, és ő mondta is, hogy ne parázzak, mert hogy az neki nem jó. És aztán persze, hát én is aztán ezt átgondoltam, hogy én nem terhelhetem rá. De időnként fölhívtad, vagy akkor ez 5 nap olyan volt, hogy akkor nem is beszéltetek, mert akkor ő hajléktalan. Hát azért volt, hogy oda mentem valahova, tehát hogy azért lássam meg. Szóval, tehát azért nem volt ez, meg volt egy fotós srác is, aki kísérte, tehát aki ilyen operatőr, fotós, de messziről, tehát mivel hogy ilyen haditudósítói dolgokat is csinált, tehát ő azt úgy csinálta, hogy nem lehetett észrevenni. Tehát egy fantasztikus. Na ez a pap, én ugye láttam ezt az előadást, sőt írtam is róla, hogy hát ez tényleg eddig az egyik legjobb szereped volt, ha nem a legjobb. Igen. Tehát ebben te eszméletlen jó voltál. De ez egy érdekes dolog, ez valószínűleg azért csattam ma annyira, mert ez a pap egy ilyen nagy naív. Tehát ugye az meg van bízva azzal, hogy jó, vitatkozhatunk róla, mert látom, hogy mosolyogsz. Tehát, hogy meg van bízva azzal, hogy olyan embereket, tehát, hogy rablót, alkoholistát közmunka alatt neveljen meg, sőt egy neonácit, mert igazából a neonácinak a megnevelése a tulajdonképpen nagyon izgalmas dolog, és ő hisz ebben, hogy ezek megvalósíthatók, és amikor nem valósítható meg, akkor nem akarja elhinni, tehát nem akarja látni. És tovább hisz és hisz. Igen. Ilyen vagy egyébként? Szerintem ez a kulcs, amivel befejezted, hogy én nem azt gondolom, hogy ez egy naív ember, hanem annyira mélyen hisz az emberi jóságba, és annyira mélyen látta az emberekbe ezt a jóságot, hogy ez minden más ítéletén, ami közben felmerül benne, áthatol ez a fajta hit. Hát én megmondom őszintén, hogy én nem, tehát
én inkább olyan vagyok, hogy én tulajdonképpen egy ilyen együgyű vagyok. Tehát én szeretek egy dolgot csinálni, egy dologba benne lenni, és én valóban hiszek az emberi jóságban. Elég sokat tapasztaltam azért mindenféléről. Hát de most hát már én is 56 éves vagyok. Hogy itt van az emberi de most már nem vagyok naív, igen, és pont ma olvastam a tök véletlenül így eszembe jutott valami a Delfói Józsdának a feliratait, és ugye a hetedik felirat ez volt, amit a Biasz nevű egyébként bíró írt oda, hogy az emberek többsége rossz. De ha valaki ezt tartja szem előtt, akkor lehet, hogy nem fogja meglátni a jót. Tehát ez az ember, az Iván azt látja, hogy honnan hová megy valaki, és honnan hová juthat el. És tulajdonképpen én is olyan vagyok, és sokszor éreztem azt, hogy lehet, hogy én naív vagyok, és most én meglettem vezetve, tehát voltam nagyon sokszor ilyen helyzetben, ugye, de közben meg azt gondolom, amit az Iván is gondol végig, és hisz abba, hogy a végén úgyis neki lesz igaza. Tehát én nagyon sokszor voltam olyan helyzetben, hogy azt éreztem, hogy elárultak, becsaptak, megvezettek, de hogy tulajdonképpen, ha végig gondolom az életemet, akkor mondd ezt egy akkor példát, azt mondom, hogy nagyon elárultak hogy, és megvezettek? Hogy mégiscsak én nyerek mindig. Hát tulajdonképpen most így hirtelen több olyan helyzet volt, hogy mondjuk megpróbált valaki egy ötletet ellopni, de aztán ő, amikor ezt megpróbált, tehát most nem akarok neveket mondani, amikor ő ezt megpróbálta megvalósítani, akkor nem sikerült. Tehát volt ilyen, vagy hogy a nem tudom, mi általunk kitalált dolgot valaki úgy kommunikálta le, hogy le is jogvédte sajátjának. Tehát egy megírt történetet. Tehát ilyen, és akkor tovább hittél benne? Vagy hogy van ez? Nem, ő benne nem, de én addig se gondoltam ezekről az emberekről, hogy tehát más volt a helyzet. Tehát más volt a helyzet, mert ugye itt arról van szó ebbe a darabba, meg amikor én valakivel találkozom, vagy dolgozom, vagy együtt vagyunk, hogy én megpróbálom mindenkinek a jó oldalát látni elsősorban. De mivel, hogy most már azért eltelt egy pár év az életemből, azért nem vagyok olyan naív, mint mondjuk a színén. Tehát, ezt a darabbeli papot is tök kikészítik azért a végére, és sejthető, hogy tulajdonképpen ezzel a fajta, hát bizonyos fokú farkasvakságával azért ő fölnöveli akár a neonácit. Tehát, hogy azért, hogy mondjam, ebbe a mindenkibe látom a jót, ennek vannak veszélyei. Hát akkor van ennek veszélye, hogyha valaki közben nem megy át olyan próbákon, mint amilyeneken mondjuk az Iván átmegy. És nekem is voltak nagyon, nagyon komoly szembesüléseim, például pont a Vígbe, amikor nekem volt két nagyon komoly balesetem egymás után. Ja, a padlásba hát meg előtte is volt egy-két hónapa, csak az nem volt annyira durva. Várjál, hogy volt a másikat, azt tudom, hogy amikor reptettek. Hát az volt a második, igen. Tehát és az első mi volt? Az első az két hónappal előtte, hogy beszakadt alattam a süllyedő, illetve nem a süllyedő, hanem a csapdaajtó, tehát mert az ugye egy ajtó, és akkor így bezuhantam a színpadba. Csak gyorsan megfogtam magam, és akkor abból nem lett csak egy ilyen lábsérülés. És ugye ez a dolog, amikor repülsz tulajdonképpen a karzatról igen. Le a színpadra.
De hogy tulajdonképpen annak is és az volt. És miatt nem csatoltak be, vagy te nem csatoltad be magad? Itt nyilván elméletek vannak, persze. Nyilván Vígszín az mást állít, mint te, gondolom. Hát aztán én. Volt egy 100 oldalas jegyzőkönyv, amiben az elég konkrétan le volt írva, hogy... 100 oldal? Igen. Az meg is van még nekem. De akkor szerinted a te verziód szerint mi történt? Hát nem az én verzióm szerint, hanem a szakértő verziója szerint, hogy gyakorlatilag az a készülék, amivel a Méhes Laci is, meg én is, hát ő is repült, nem tudom, 200-szor, én is repültem közel 200-szor, vagy mentem, az gyakorlatilag tök szabálytalan és dilettáns volt. És amikor indult ez a történés, akkor a biztonsági szakértő, aki egy artista szakértő volt, ő pontról pontra leírta, hogy milyen készülékkel önfékező, milyen erősségű kötél, milyen biztonsági öv, azt hogyan kell csatlakoztatni, és ebből semmi nem lett megvalósítva. Ezt gondolom azért, mert az drága lett volna. De hát tulajdonképpen én azt mondom, hogy az, hogy velem ez megtörtént, és így történt meg, ez tulajdonképpen fölhívta arra a figyelmet, hogy utána, akik bármilyen színházban ilyen reptetést csináltak, azoknak a cégeknek, tehát a Vígbe is volt akkor egyébként egy ipari alpinista cég, akikkel én később is dolgoztam, akik még a Magbetbe csinálták a reptetéseket, tehát utána ezek nagyon lelettek szabályozva, és meglettek szigorítva ezek a dolgok, hogy nagyon komoly leírások kellettek, és plusz biztosítások, tehát tulajdonképpen oda vezetett ez a dolog, hogy biztonságosabbá vált az én balesetem által a színházi reptetés. Tehát, hogyha bármilyen produkcióban, bárhol történik ilyen, akkor most már olyan munkavédelmi szabályok vannak, amik nagyon komolyan lebiztosítják. Hát egyébként a közönség a feje fölött, tehát a fejünk fölött repültetek, tehát ad abszurdum, az is előfordulhatott volna, hogy a fejünkre potyogtak, persze, nem? Persze. De hogy akkor konkrétan mi történt? Tehát, hogy... Hát az, hogy én jöttem át a nézőtér fölött, ugye a kötélpályán, és akkor aki biztosított, annak kicsúsztam a kezéből, de mivel nem volt önfékező a csigába, ami jöttem, neki csapódtam a végpontnak, felfelé repültem, kijött a kezem ebből az artista hevederből, mert az is egy rendezői kérés volt, hogy gyorsan jöjjünk le. És a Méhes Laci ezt még nekem úgy adta át, hogy ne húzzam rá teljesen a kezemre, mert ugye ez egy ilyen 8-as alak, hogy az ember így bedugja a kezét és ráhúzza a tartót. És hogy ne húzzam be, mert akkor nem tudok gyorsan kijönni. Tehát, hogy én eleve így csináltam 150-valahányszor, vagy majdnem 200-szor, de addig nem volt baj, mert addig mindig meg lettem tartva. És én se tudtam, hogy ebben nincs önfékező, nem tudom, hát nem, én nem azzal foglalkoztam, mint színész, hogy ez most mennyire biztonságos. Na de és akkor hova csapottál be, vagy hogy? Hát először fölfelé repültem, aztán egy olyan, nem tudom, mert ugye magasabban volt a díszlet teteje, fölfelé repültem, és akkor úgy láttam, hogy nem tudom, hogy hol vagyok, hogy fölfelé, és akkor így lehúztam magam, csináltam egy ilyen bicskát, hogy lássam, hogy hová esek, kinyújtottam a kezem, és akkor jött még a Pintér Tamás hangján. Pintér Tamás a híres mondat, kaszkadőr volt, aki ugye a főiskolán tanított sokat. Aki tanított minket, sokat. Hogy gördülni és kifújni a levegőt. Tanultam esni, hogy... meg a Tamással mi még tulajdonképpen jártunk ugye lovagolni, és ő nem elsősorban a lovaglást tanította, mert arra volt lovasedző, hanem vele tanultunk esni lóról. És hogy annyira megmaradt a hangja, hogy gördülni és kifújni a levegőt, meg én utána mondjuk még... Hogy mi ilyenkor be kell így kvázi gubózni? Tehát, gördülni, tehát hogy nem erevenessen az ember, hanem bármilyen esésnél, ha van hely, ugye, akkor ki kell gördülni, mert akkor, tehát ha gördülsz, akkor az tulajdonképpen olyan, mintha így kihúznád a felületet. Tehát, hogy akkor nem egy pontra esel, tehát mondjuk nem csak erre a csíkra, hanem az olyan, mint hogyha annyival nagyobb felületen oszlana el a súly, tehát mintha egy ilyen papírt így kihúznál egy hengerről, tehát úgy lehet ezt tehát elképzelni. Tehát amikor érezted, regőt, hogy ki kell fújni, egyébként ez nagyon gyorsan történt. De én fordítva gondolnám, hogy
hogy nem az a jó, ha beszívom? Nem. Tehát, hogy a levegő még... Nem, mert akkor berobbannak az erek, tehát akkor hal meg valaki, ha beszívja, csak általában azért szokott ilyen történni, ilyen embólia, vagy bármilyen, mert megijednek. Tehát balesetnél is nagyon sokszor ugye esésnél, ütésnél, hogyha valaki megijed, beszívja a levegőt, akkor egy feszültség keletkezik. Aha. Tehát és ez, amikor érezted, hogy nagy a gáz, akkor beugrott a Pintér Tamás hangja, amit az órán mondott. Ez iszonyú gyorsan történt, és nekem ott kitágult az idő. Tehát tényleg annyira gyorsan történt az egész. Egyszerűen az ő hangján jött. És utána ezt el is mesélték a Tamásnak, még a Király Ati, meg a Király Pápa Attila színész koreográfus, igen. Attila bejött velem, meg a Pápa Erika, aztán később bejött a Marton is még a kórházba, mert ugye hát mentő és elvittek. És akkor ezt mesélte az Attila a Tamásnak másnap, mert nem volt a Tamás a színházba. És mondta a Tamás, hogy hát már ezért megérte 25 évi tanítani, és elsírta magát. És utána ahányszor találkoztunk, mindig annyira örült ő is nekem, meg hát én is neki, és mondtam, hogy tulajdonképpen annyira beleült az ő tanítása. Milyen bajod lett? Hát most ezt így nem részletezem, tulajdonképpen az egy másfél év volt, amíg én úgy rehabilitáltam. Nagyon komoly agyrázkódás, letörtek darabkák innen-onnan, de tulajdonképpen én már másnak tudtam menni. Csak nagyon rosszul voltam, tehát így ilyen besítődések voltam. De ki kellett hagyni a pályából egyrészt, nem? Hát igen. Tehát akkor mit tudom én, egy fél évig, tehát egy hónapig körülbelül egyáltalán nem játszottam, nagyon szédültem. És aztán utána már voltak olyan előadások, amit tudtam csinálni, és akkor egy 3-4 év múlva, amikor azt hittem, hogy na, mondom, most már úgy kezdek jó lenni, akkor kezdtek ezek a becsípődések, és akkor úgy hát elég sok ilyen felkérés volt, de mert hogy pont akkor kaptam egy ilyen filmszemledíjat, és én meg lemondtam ezeket, mert azt gondoltam, hogy mivel hogy én nem tudok állni, tehát én nem tudtam 10 percnél többet állni, vagy 5 percet, no, hogyha ez most így elterjedt, hogy én nem tudok állni, vagy hogy én ilyen kripli vagyok, akkor utána kész, tehát akkor nekem annyi. Tehát inkább nem vállaltam el, és akkor kerestem különböző ilyen rehabilitációs módszereket, de tulajdonképpen az egész, amiért ezt így én is elkezdtem mesélni, vagy amiért így te is kérdezted, ez a papi dologgal kapcsolatban, ahogy a pap ugye meglátja az emberekbe a jót, nekem magamat kellett szembesítenem azzal, illetve szembesülnöm kellett azzal, hogy ez nem az én helyem. És bár én előtte fölmondtam már egy héttel, illetve mondtam a Marton Lászlónak, hogy én elmegyek. Tehát te effektíve emiatt jöttél el a végből. Nem emiatt, mert én pont mielőtt történt, azelőtt egy héttel már mondtam, hogy én elmennék. Mondtam, hogy nem tudom, hogy hova, tehát én szeretnék a saját lábamra állni, tehát nincs egy hely ahova, vagy nem hívtak sehova, csak hogy szeretnék a saját lábamra állni. És tulajdonképpen ez is egy üzenete volt, hogy én nekem a saját lábamra kell állni. Én így dolgoztam fel aztán ezt a történetet, mert ugye nagyon sok olyan kérdés volt, hogy miért pont velem, miért pont akkor, miért pont úgy, miközben ez a hely nekem biztonságos hely, de nem volt biztonságos, tehát erről szólt ez a baleset. És ezt gondolom a Krisztával is megbeszéltétek. Persze, akkor persze. Már Kriszta nem volt, ugye, a színháznál? Nem, ő akkor előbb jött el. Csak a lényeg hogy ahogy ez a pap Iván szembesíti az embereket azzal, az alkoholistát, a neonácit és mindenkit, hogy szembesüljön a saját jóságával, nekem szembesülnöm kellett azzal, hogy ez a hely nekem nem biztonságos. És mivel, hogy én már fölmondtam, de valahol belül még lelkileg mégsem tudtam elengedni ezt az egészet, én azt gondolom, hogy azért kellett ennek velem bekövetkezni, ennek a helyzetnek, hogy én tanuljak ebből. És tulajdonképpen azok a dolgok, tehát amiről beszéltem, hogy sok olyan helyzet volt, hogy én naívként belementem valamibe, vagy valaki próbált ellopni valamit, vagy megvezetett, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezek tulajdonképpen
mind tanulási folyamatok voltak, és ez tulajdonképpen oda vezetett, hogy én bár naívan állok sokszor dolgokhoz, de ez nem azt jelenti, hogy most már nem vagyok óvatos, de abban viszont én nyitott vagyok, hogy én bárki felé nem előítéletekkel hajlok, vagy nyilvánulok meg, hanem inkább a tapasztalataim által. De van bennem egy alapvető nyitottság, még akkor is, ha olyannal találkozom, akivel már volt olyan konfliktusom, hogy mondjuk hozhatnék róla ítéletet. Ugye nagyon sokan mindenféle szappanoperákból ismernek téged. Tehát a kisváros jobban, rosszban, mit tudom én. Volt még egy pár. Hát a sorozatok, szappanopera, igen, az a jobban, rosszban volt. Hogy ezekhez te hogy viszonyultál? Tehát ezek ízlésvilága neked tetszett, vagy hogy? Nem is az ízlésvilág, hanem ezek ugye akkor lehetőségek voltak, például egy kisváros, és ma visszanézve tök jó, hogy látom, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt én hol tartottam. Tehát, hogy erre például, vagy máshol tartott, vagy lehet látni olyan embereket, akiket én mondjuk nagyon szerettem, és már nem élnek. De például a szappanopera, a jóban, rosszban, az nekem egy kihívás volt. Tehát én abba úgy kerültem be, hogy hívtak. Tehát nem ilyen első körben, meg én nem mentem oda ilyen castingra, hanem hívtak egy karakterre, ráadásul az Ilahi Tamás és a Pajer Robert és a Sós Peti rendezték, akiket én egyébként nagyon szerettem, és vagy szeretek, és dolgoztam velük. És ráadásul kollégák is voltak egy jó páran, akiket már ismertem, és szerettem. És amikor tehát hogy tök jó csapat volt, és amikor már folyamatosan benne voltam, akkor pont a Sági Tomival beszélgettünk, hogy mondta, hogy ő már ezt úgy unja, mert hogy mindig ugyanazok a mondatok vannak. De mondom, figyelj, ebbe meg közben van egy olyan szakmai kihívás, hogy hogyan tudod azokat a hasonló dolgokat úgy megoldani, mint színész, hogy azok mégse legyenek egyformák. És hogy az is egy kihívás, hogy az ember meg tudja tartani ugye a kedélyét, miközben ezt csinálja. Mert nekem ez egy ilyen alapmondat volt még a Kálai Feri bácsitól, hogy ő mondta egyszer ugye ezt egy riportban, hogy a színész legfőbb eszköze a kedély. És én azt még akkor nem értettem annyira fiatalon, aztán később megértettem, hogy ez mire vonatkozik. A többi sorozatnál, például Tűzvonalban, meg volt, nem tudom, Tóth János, tehát ezek különböző stílusú dolgok voltak. Én ezeket nagyon szerettem, és hál' Istennek mindig olyan stáb volt, akikkel nekem nagyon jó volt dolgozni. Tehát hogy tulajdonképpen én mindig azt néztem, hogy egy adott dologból mit lehet tanulni. Én például nagyon szeretek rádiózni, de ez most már nem nagyon van. És most két hete volt szerencsém a Fekete István Bogáncsból egy ilyen rádió feldolgozásba részt venni, és az is nagyon jó élmény volt. Tehát olyan kollégákkal voltunk együtt, akikkel ugye szeretjük egymást, meg nekik is úgy ez egy ilyen hiányzó dolog egyébként, meg én próbáltam megtalálni az örömömet még a rádió reklámokban is, tehát ott is van azért egy kihívás, hogyha mondjuk már százszor hallja valaki a rádióba, akkor se legyen idegesítő, ahogy én azt mondom. Hogy azon az egy mondaton belül átmenjen az a három információ, és úgy, tehát hogy tulajdonképpen valahol ez is lehet, hogy a hitre vezethető vissza, vagy erre a papi feladatra, és hozzáállásra, hogy mindenbe találja meg az ember az örömét, és azt a hívást, ugye, ami miatt én ezt hivatásomnak választottam, tehát hogy ne egy száraz eszköztárat vonultassak fel, hanem valóban bele tudjam tenni a lelkem, ahogy egy jó lelki pásztor is a
lelkeket terelgeti, ugye. Tehát valahol szerintem ez a dolgunk nekünk is, és én ehhez mindig így visszanyúltam, hogy meg tudjam találni azokat a pontokat, azokat a kapcsolódási pontokat, hogy hogyan tudom magam én beletenni teljesen lelkileg abba a dologba, és ezáltal az a dolog, amit éppen csinálok, műfajtól függetlenül, az hogyan tud kiteljesedni általam is, mert hogy ez egy együttes munka. Hát ez végszónak is jó. Köszönöm szépen, hogy én is köszönöm jöttél. Szépen. A Szalai Kriszta és Cserna Antal színész házaspáros volt a Bóta Café vendége, és egy hét múlva, azaz július 9-én, kedden 19:45-től is lesz Bóta Café. Szerintem olyan valaki jön, akit nagyjából mindenki ismer, mert hát rendkívül termékeny, Lőrincel László íróról van szó, aki hát tudják, hogy eredetileg nyelvész, de aztán kitalálta magának ezt a nagyon izgalmas, kaladregényes műfajt, hogy nagyjából úgy bejárja a világ egy részét, tehát a könyveiben mindig ott van, tehát tényleg járt azokon a helyszíneken, ahol a nagyszabású kalandok voltak. Vele is megestek kalandok, és hát azt is tudják, hogy hát hihetetlen beszélőkéje van, úgyhogy remekül el is tudja mesélni. Tehát akkor Lőrincel László íróval várom Önöket július 9-én, kedden 19:45-től a Bóta Caféban. A viszontlátásra! A műsor szakmai együttműködő partnere a Karinti Színház.